Mindenkit megöltek, aki pénzt adott a lapnak. Mindenkit, aki a lapnál dolgozott. Felgyújtották a nyomdát. Megölték Ikát és Fáridot. Minket keresnek, Szauda, minket keresnek, és ha még egy órát maradunk, megtalálnak és megölnek. Ez sok szempontból nagyon más, mint mondjuk egy klasszikus színdarab, tehát ez inkább egy ilyen nagyon mai dramaturgiájú színdarab, ugye, hogy egyre inkább a ilyen fura verbalitás felé megy a kortárs színdarab, és nagyon érdekes az, hogy a helyzetek hogyan vannak és hogyan nincsenek. Tehát, hogy ebbe az volt a nehéz, hogy igazándiból ezek majdnem azt merem mondani, hogy monológok sorozata. És akkor ugye ebben az a nagyon nehéz, hogy az ember mennyire rakja a helyzetbe őket, mennyire hagyja meg monológnak, mennyire próbáljon úgy csinálni, mint hogyha ezek valódi színpadi helyzetek lennének. Tehát ennek az arányát volt nagyon nehéz megtalálni. Ez mindössze egy történet. Egy embernek a valós története, egy nőnek, egy családnak a története. És ugye az a nagyon nehéz ebben a menekült kérdésben, hogy nagyon azt gondolom, hogy bárki, aki ebben az országban él, azok is, akik nagyon erősen támogatják ezt a hazugság áradatot, amit a kormány ezzel a témával kapcsolatban nyom. Én biztos vagyok benne, hogy azok közül is bárki, hogyha találkozna egy darab emberrel, aki tragikus, nehéz helyzetben van, segítene neki. Ugye ebben a témában az a nagyon nehéz, hogy ez a tömeg, a migránsok tömeg, amikkel ijeszget minket a hatalom, azok ilyen emberekből állnak. És azon nagyon nehéz, hogy meg tudjuk őrizni azt a viszonyunkat, hogy ez nem tömeg. Ez nem egy bűnös tömeg, hanem ez olyan emberekből álló tömeg, akik nagyon nagy bajban vannak. És ez nekem is nehéz, ez mindenkinek nehéz. De éppen ezért tartom nagyon károsnak, és nagyon, nagyon aljasnak, és nagyon cinikusnak azt a fajta kommunikációt, amit ezzel kapcsolatban a hatalom folytat. Robival majdnem megegyeztünk, hogy akkor ez a színdarab van, akkor én még így egy kicsit rágódtam, és valahogy nagyon féltem, hogy ugye kitűzzük, vagy elhatározzuk ezt májusban, hogy mi lesz majd jövő novemberben, és hogy az élet hogyan hozza be, vagy hogyan írja fölül pont ezt a dolgot, és én egyáltalán nem akartam aktualizálni ezzel, sőt nagyon féltem, hogy esetleg a világban olyan események lesznek, amikor már az ember azt mondja, hogy ezt most pontosan azért nem lehet, vagy nem érdemes bemutatni, hiszen az élet annyira elé tolakszik a témának, és ugye akkor, amikor ezt bemutattuk ősszel, akkor ez még valahogy nem így történt meg, de nagyon fájdalmas, ahogy azóta ugye történnek sorba ezek a merényletek, és nagyon érdekes, mert nekem van egy monológom a második felvonásban, és most pont a legutolsó előadáson a Radnóti Színházban, ezt én alig tudtam elmondani. Tehát ez nagyon ritkán fordul elő velem, hogy olyan mértékben nem tudok leválni. Tehát ugye nagyon jó, amikor az ember érintve van egy témában, de hogy amikor nem tud leválni civil emberként arról, amit színésznőként közvetítenie kell, de hát ezek a legutolsó események, tehát ez a manchesteri esemény is, ez valami olyan szinten volt fájdalmas, szerintem az egész világ számára, hogy nagyon-nagyon nehéz volt közvetíteni annak az igazságát, amiről én beszélek a darabban. Nem kifizetődő társadalmi problémákról beszélni, mert az a fontos, hogy szép dolgokról, a reményről beszéljünk. És amúgy nem akarom én ezt a színházak nyakába varni, a társadalomnak sem fontos az, hogy tisztázza azokat a problematikus történelmi, szociológiai, gazdasági, társadalmi helyzeteket, amik mondjuk az elmúlt 100-150 évben a lelkünkbe bemászva, hogy úgy mondjam, megnyomorított bennünket. Az ma a trend, hogy minden rendben van, függetlenül attól, hogy mi a valóság. A valóság nem érdekli a hatalmat, és mivel nagyon sok színház be van kötve a hatalomhoz, ezért a valóság nem érdekli a színházakat.
Tehát azt hiszem, az a lényeg egyébként, hogy egy adott előadás után a néző mivel megy el a színházból, mindenképpen fontos, hogy ne úgy menjen el, mint ahogy bejött. Hát ezután, az előadás után azért többnyire az a visszajelzés, hogy nem. Múltkor pont ráírta, vagyis volt egy Facebook bejegyzés egy hölgytől, aki azt mondta, hogy az előadás második részében olyan hangosan felsírt, hogy a mellette levő ülő idegen úr megszorította a kezét, és ezúton is köszöni neki. Hát nem tudom, hogy minden előadásnak ennyire lélekfelforgatónak kell lennie, de minden esetre az nagyon fontos, hogy legyenek ilyen előadások, amik ennyire katartikus élményként hatnak a nézőre. Történjék bármi, én mindig szeretni foglak. Történjék bármi, én mindig szeretni foglak. És nem tudtam, hogy ugyanabban a pillanatban te és én mindketten elbuktunk, mert teljes szívemből gyűlöltenek. De ahol szeretet van, ott nem férhet meg a gyűlölet, ezért, hogy képes legyek megtartani ezt a szeretetet. Akkor úgy döntöttem, hogy hallgatom.